Íme a Kressz TV nagy Kressz tesztje, amikor is megoldhatjátok azt az 55 kérdést, ami esetleg majd a vizsgán is lehetséges. Gyertek, teszteljünk együtt! Pető Attila vagyok, a Kressz professzor, és ez itt a Kressz TV tesztkérdésekkel kapcsolatos különkiadása. Mit nevezünk kerékpársávnak? Bizony ezen a vizsgán a fogalmakkal kapcsolatos meghatározásokkal is tisztában kell lenni, de ezek egyébként életszerű kérdések, hiszen a kerékpársáv mindig útburkolati jellel elválasztott önálló sáv az úttesten, tehát ezért az A válasz lesz a helyes. Kétkerekű segédmotoros kerékpárt vezetsz, használhatsz közben kézben tartott mobil rádiótelefont? Ne lepődjünk meg, hogy a vizsgán nem csak személyautóval kapcsolatos kérdések lesznek, hiszen a B-kategóriás jogosítvány segédmotoros kerékpára is érvényes lesz. A helyes válasz az lesz, hogy nem, menet közben, sőt forgalmi okból történő megállás közben sem használható kézben tartott mobiltelefon segédmotoros kerékpára esetében. Van-e kötelezettsége a járművek vezetőinek a rendszámtábla jól olvashatóságának érdekében? Igen, van. A rendszámtáblát tisztán olvasható állapotban kell tartani, és ez bizony a járművezető felelőssége, tehát a helyes válasz a C lesz. Milyen eszközzel adhat jelzést a polgárőr? Nem csak rendőr állíthatja meg a járműveket, hanem esetenként a polgárőr is, aki jelzőtárcsával vagy piros fényű lámpával fog jelezni az autósok felé, ezért a B válasz a megfelelő. A gyalogos forgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék esetén találkozhatsz-e kiegészítő hangjelzéssel? Igen, találkozhatsz. Látássérült emberek számára ad ez felvilágosítást arról, hogy szabad áthaladni, vagy pedig nem. Zöld fény alatt folyamatos, zöld villogó alatt pedig szaggatott jelzéssel találkozhatunk, ezért a C válasz lesz a helyes. Kijelölt gyalogos átkelőhely felé érkezve a gyalogosoknak, ez egy olyan feladat, ahol el kell dönteni a mondat folytatását. Itt a mondat folytatása nagyon egyszerű, elsőbséget kell adni minden helyzetben, tehát az A válasz lesz a helyes. Köteles a lakott területen kívüli út leálló sávján sétáló gyalogos sötétben fény visszaverő mellényt hordani? A helyes válasz az lesz, hogy igen, leálló sávon lakott területen kívül sötétben kell a fény visszaverő mellény. Ne felejtsük el, hogy nem csak autópályán és autóúton lehet leálló sáv, ahol gyalogos nem közlekedhet, egyéb úton is, ezért jogos ez a kérdés, és a helyes válasz az A lesz. Az úttest szélén járművek várakoznak, az A jelű személyautó köteles haladása közben az álló járművek közé lehúzódni? Ez egy kérdés a jobbratartás témaköréből, ilyen rövid távon nem várható el az autósoktól, hogy lehúzódjanak az úttest szélére, ezért az A válasz lesz a helyes, aminek az a megoldása, hogy nem. Figyeljünk oda, nehogy azt higgyük, hogy automatikus az A mindig az igen, a B a nem, ennél a feladatnál pont ezt fordítva látjuk, ne lepődjünk meg. B kategóriás vezetői engedéllyel lassú járművet is vezethetsz. Mekkora sebességgel közlekedhetsz vele lakott területen kívül? Ismét egy jármű, amelyre jó lesz a B kategória, ez a lassú jármű, és a helyes válasz a C, ez egy bemagolandó kérdés tulajdonképpen, hiszen tudni kell, hogy lassú járművel maximum 25 km/h sebességgel szabad haladni. Mekkora követési távolságot kell tartanod egy kerékpáros mögött? Kicsit becsapósnak tűnhet a kérdés, de mivel a kerékpár is jármű, ezért a követési távolság meghatározására ugyanaz a szabály érvényes, mint bármű jármű esetében. Tehát az A válasz lesz a megfelelő, hogy annak hirtelen fékezése esetén is meg lehessen állni. Milyen kötelezettséged van, ha ezt a táblát látod?
Jó tudni, hogy a vizsgán általában 10 közúti jelzésekkel kapcsolatos kérdés lehet, ahol majdnem mindig az a kérdés, hogy mi a neve, mi a jelentése, illetve egy-két kiegészítő információra is rákérdezhetnek. Ebben az esetben az A válasz lesz a helyes, hiszen elsőbséget kell adnod a keresztező úton érkező jármű részére, mivel ennek a táblának az a neve, hogy elsőbségadás kötelező. Mi a jelentése ennek a táblának? Ismét a táblák neveit célszerű megtanulni, hogy ezekre a feladványokra helyesen tudjunk válaszolni. A C válasz lesz a megfelelő, kötelező haladási irányt jelent a jelzés. Sokan összekeverik az egyirányúttal, de az a jelzés négyszögletes. Kerékpárral behajthatsz a táblában jelzett útra? Ahogy látjátok, kerékpárral kapcsolatos kérdés is lehet a vizsgán, mivel behajtani tilos kivéve taxi megjegyzés, ezért a kressz azt mondja, hogy erre a helyre kerékpáros behajtat, tehát a B válasz lesz a helyes. Az útes szélén ezt a táblát helyezték el. Két kerekű segédmotoros kerékpároddal várakozhatsz a járdán. A tábla neve várakozni tilos, és nem árt tudni azt, hogy két kerekű kerékpárral, segédmotoros kerékpárral akkor is lehet a járdán tartózkodni, hogyha ez tábla kifejezetten nem engedi meg, bár a járdára felállás feltételei, például, hogy a gyalogosoknak maradjon elég hely, az betartandó, tehát az A válasz lesz a megfelelő. E tábla felé közeled személygépkocsiddal, milyen jelzőberendezésre számíthatsz a vasúti átjáróban? Ez a veszélyjelző tábla azt jelenti, benne van a piktogramba, hogy sorompó, illetve fénysorompó került telepítésre, tehát a helyes válasz a C, azaz teljes vagy félsorompó, amit fénysorompó is biztosít, de ez a tábla jelzéseiből jól kiolvasható. Mi a jelentése ennek a közúti jelzésnek? Bizony itt a táblaismeret nagyon fontos lesz, kerékpárútról van szó, a helyes válasz a B. Talán úgy lehet megfejteni, hogy az úton oda-vissza haladnak a kerékpárosok, kerékpársávon egyébként általában egy irányú forgalom van, a kerékpárúton pedig kettő. Ennél az útburkolati jelnél előzhet-e az A jelű jármű? Ha megnézzük a képet, a záróvonal ebből az irányból terelővonalként értelmezendő, ezért a válasz az lesz, hogy A, igen, természetesen akkor, hogyha az előzés feltételei egyébként adottak. E tábla után milyen járművek közlekedhetnek? Feltétlenül tudni kell a tábla nevét, ami nem más, mint autóút, és a szabályt is érdemes ismerni, hogy autóúton csak gépjárművek közlekedhetnek, ezért a helyes válasz az A lesz. Párhuzamos közlekedésre alkalmas út szélén egy ilyen táblával megjelölt busz áll, amelyik a vész villogóját működteti, mi a teendő. Nem túl régi ez a szabály, gyakorlott vezetők sem biztos, hogy tudják, hogy amikor ilyen buszhoz érkezünk, akkor van egyfajta megállási kötelezettség, de a lényeg, hogy csak párhuzamos közlekedésre nem alkalmas, azaz kétszer egy sávos úton. Itt viszont a kérdés úgy kezdődik, hogy párhuzamos közlekedésre alkalmas az út, tehát semmi más dolgunk nincsen, mint ahogy mi az A válaszba olvasható, fokozott óvatossággal kell elhaladni mellette. Mikor ad hangjelzést a teljes sorompót kiegészítő berendezés? Tulajdonképpen itt, amikor a Bakter bácsi tekeri a teljes sorompót, akkor lehet ezt a berendezést hallani, ami nem más, mint egy hangjelzés, és a sorompó lezárásának a megkezdésekor és záródáskor hallani, tehát a B válasz lesz a jó. Hogyan kell megközelítened a vasúti átjárót? Érdemes ezt a szabályt pontosan ismerni, semmi más, mint az, hogy fokozott óvatossággal jegyezzük meg, tanuljuk meg. Mit jelez az út szélén látható közúti jelzőtábla? A tábla neve kapaszkodósáv, ezt muszáj fölismerni, mert ez alapján tudjuk a helyes választ megírni, ami nem más, mint a B. Autópálya leállósávján mikor állhatsz meg személyautóddal? Autópályáról van szó, illetve leállósávról, személykocsinkkal csak akkor állhatunk meg,
hogyha tovább haladni műszaki meghibásodás miatt nem tudunk, tehát az A válasz lesz az egyetlen elfogadható jó válasz. Mikor kell figyelembe venni a párhuzamos közlekedésre vonatkozó szabályok alkalmazása szempontjából az úttestnek a villamos pálya által elfoglalt részét? Kicsit elméleti ez a kérdés, de ilyennel is találkozhatunk a vizsgán. Könnyű lesz egyébként a válasz, az, ami az A-nál olvasható, ha terelő vagy záróvonal a villamos pályára vezeti az egyéb járművek forgalmát. Az A-jelű személyautódat vezeted, magad elé engedheted a B-jelű járművet? Ha megnézzük a képet, megszűnnek a sávok, mi a sárga autóban ülünk, azt kérdezik, hogy magam elé engedhetem, ha udvarias vagyok, akkor ezt megtehetem, bár nem kötelező. A B válasz lesz a helyes, hogyha ezt egyértelműen például lassítással, megállással jelzem számára. Ebben az útkereszteződésben melyik a helyes áthaladási sorrend? Figyeljük meg jól ezt a kérdést, mert láthatjuk a jobb felső sarokban, hogy 3 pontot ér, és a vizsgán összesen 10 hibapontunk lehet, tehát ezekre nagyon vigyázzunk. Ez egy olyan kereszteződés, ahol azonos útról mennek a járművek, csak a kanyarodás szabályát alkalmazzuk, tehát első lesz az egyenesen haladó, majd a jobbra kisívbe kanyarodó, végül a balra nagyívbe kanyarodó, a helyes válasz ABC lesz, ami az A válaszban olvasható. Ebben az útkereszteződésben melyik jármű haladhat tovább elsőként? Egy egyenrangú útkereszteződést látunk, ahol mindig az az első, akinek a jobb keze felől nem érkezik más, a céljelűnek még utca sincs jobb keze felől, nemhogy másik jármű, ezért ő lesz az első, helyes válasz a C. Örüljünk annak, ha a vizsgán nem egy teljes sorrendet kérdeznek, hanem például ezt, hogy ki az első. Ebben az útkereszteződésben melyik a helyes? Ebben az útkereszteződésben melyik a helyes áthaladási sorrend? Ha megfigyeljük, ez egy kanyarodó főútvonal, ráadásul láthatunk egy megkülönböztető jelzéseit használó járművet, amelyik mindenképpen elsőként mehet tovább. Hogyha a C elment, a B következik a főútvonal felől, majd utolsó lesz az A, tehát a CBA, C pontban látható válasz a helyes. Ebben az útkereszteződésben melyik a helyes áthaladási sorrend? Most egy védett kereszteződést láthatunk, mi az alárendelt út felől érkezünk a kék járműben, de ennek igazából nincs jelentősége, hiszen a sorrend az lesz, hogy C, B, A, tehát ami a C válasznál található, az a helyes megoldás. Az A-jelű személyautót vezetett, kell-e elsőbséget adnod? Ezen a képen a nagy mumus látszik a villamos, de mivel táblával védett kereszteződésben vagyunk, itt ugyanúgy viselkedik, mint bármilyen más jármű, tehát a helyes sorrend az lesz, hogy B, A, C, mivel azt kérdezik, hogy A-jelűt vezetek, kell-e elsőbséget adni, az lesz a helyes válasz, hogy igen a B-jelű számára, tehát a B a megoldás. Ebben az útkereszteződésben hányadikként haladhat tovább a C-jelű személyautó? Kanyarodó főútvonalat látunk, nézzük meg mindenképpen a kérdésben ilyen jellegű kérdést, hogy melyik járművet kérdezik, itt szerencsénk van a legközelebbi céljelőt, és mivel balra kanyarodó főútvonaltáblát lát, mindig az az első, aki ezt a jelzést észleli, ezért az A válasz lesz a helyes, ő lesz az első. Balról a villamospályán villamospótló autóbusz érkezik, hányadikként haladhat tovább? Talán ezt lehet egy kicsit beugratós kérdésnek vélni, de jó tudni, hogy a villamospótló autóbusz bár a villamos innen mehet, ettől függetlenül elsőbségadás szempontjából autóbuszként fog közlekedni, tehát az A-jelű jármű után másodikként haladhat csak tovább, ezért B válasz lesz a helyes megoldás. Amennyiben jelzőtábla bekanyarodás nem tiltja, az A-jelű jármű milyen irányban haladhat tovább? Készüljünk arra, hogy minden feladványban lesz egy rendőrös kérdés, hát itt is azt látjuk, hogy a kereszteződésben áll, illetve figyeljük meg pontosan, hogy melyik jármű szemszögéből teszik fel a kérdést, itt jelen esetben az A-jelűben ülünk úgymond, és a kérdés az, hogy milyen irányba haladhatunk tovább. Mivel párhuzamos a rendőr testhelyzete, ezért az lesz a válasz, hogy bármerre, azaz, ami az A-válaszban található egyenesen, valamint jobbra vagy balra bekanyarodva.
Az aljelű személyautóddal a villamos megállóhely felé közeledsz, számíthatsz figyelmetlen gyalogosokra? Ha megnézzük, a gyalog átkelőhely a villamos megállóhely végén van, de a gyalogosok nem ott akarnak átmenni, ezért az lesz a helyes válasz, hogy bár elsőbségük nincsen, fokozott óvatossággal kell haladni, úgy, ahogy ezt a B válaszban olvashatjuk. Az aljelű járműveddel ezen a helyen balra szeretnél kanyarodni, hogyan kell tovább haladnod? Feltétlenül vegyétek észre az egyirányú utca táblát, és emlékezzetek arra a szabályra, hogy egyirányú utcából az úttest bal szélére kell besorolni, és onnan kell kanyarodni, ezért a helyes válasz az lesz, ami a C-ben olvasható. A B-jelű járművet vezetve van-e valamilyen kötelezettséged ebben a helyzetben? Ismét egy pontos kérdések következnek, bár ábrás kérdés ez is, ez ne zavarjon meg senkit. Itt a kitérés szabályát kérdezik, hogy ha B-jelűbe ülök, van-e valamilyen kötelezettségem? Igen, elsőbséget kell adnom az A-nak, tehát ami az A-válaszban olvasható, az a helyes válasz. Megállhatsz-e személygépkocsiddal kijelölt gyalogos átkelőhelyen? Ne gondolkozzunk az ilyen kérdéseken, kijelölt gyalogos átkelőhelyen megállási tilalom van, tehát a B válasz lesz a helyes. Az út fenntartását, javítását végző jármű a jártán, hát ez egy olyan szabály, amit megint csak be kell magolni, az ilyen járművek legfeljebb 10 km/h sebességgel közlekedhetnek, a B válasz lesz a helyes. Ebben a helyzetben mi a szabályos áthaladási sorrend? Egy olyan szituációt látunk, amikor megszűnnek a forgalmi sávok, ilyenkor, ha kölcsönösen irányt változtatnak a járművek mindig, a jobb oldali, tehát jelen esetben a B-jelű jármű mehet tovább, azaz az A válaszban lévő igazsága jó, az A-jelű jármű elsőbséget ad a B-jelű részére. Egy szirénázó mentőautó, megkülönböztető jelzéseket használó gépjármű mögött hogyan kell a követési távolságodat megválasztani? Ilyen esetben egy picit egyedi a szabály úgy, hogy az ne járjon a többi közlekedő zavarásával, tehát amit az A-válaszban olvasunk, az lesz a jó megoldás. A forgalomban közlekedő tompított fényszóróval felszerelt segédmotoros kerékpárt mikor kell kivilágítani? Mivel B kategóriával segédmotort is vezethetünk, ne felejtsük el, hogy a segédmotor kivilágítása mindig kötelező, tehát nappal is a C lesz a helyes válasz. Rakományt szeretnél a személygépkocsit tetején szállítani, mikor szabályos ez? Az A válasz lesz a megfelelő, és kicsit beugratos a kérdés, mert a tetején nem lehet szállítani, csak abban az esetben, hogyha ezt tetőcsomagtartóra szereljük, és azon rögzítjük. Használhatsz-e télen hóláncot a személyautódon, ha az út nem havas, csak sáros, latyakos? Ismét csak egy szabályt kell ismerni, miszerint hóláncot csak havas, jeges úton szabad használni, a felsorolásban a sár, a latyak nem szerepel, tehát egyértelmű jó válasz a C lesz, nem. Lakott területen kívül köteles vagy az autóbusz elindulását lehetővé tenni? Mivel lakott területen kívül vagyunk, itt nincs ilyen kötelezettség, ezért a jó válasz az lesz, ami a C-ben olvasható. Egy lassú járművel, például kerti traktorral vontathatsz egy elromlott kétkerekű segédmotoros kerékpárt, szintén olyan válasz, amin nem gondolkodunk, egyértelmű nem, segédmotoros kerékpárt soha semmivel nem szabad vontatni, nem biztonságos. Mire számíthatsz az autód menetellenállásával kapcsolatban, ha dombos részen közlekedsz? Hát a következő öt kérdés már nem kressz, hanem úgynevezett vezetés elmélet. Erre szoktam mondani, aki érti, érti, aki meg nem, az valamilyen szinten magolja be. Tehát itt a lényeg, hogy a menetellenállás emelkedő növekszik, lejtőn pedig csökken, ezért a B válasz a jó. Ha az autódban van differenciálzár, akkor ezt mikor érdemes használni? A jó válasz a C lesz, ha olyan útviszonyok mellett közlekedsz, amikor valamelyik kerék könnyen megcsúszhat, ha esetleg telepjárod van, akkor találkozhatsz ilyen kapcsolóval tulajdonképpen az autóban, és ilyen esetben kell használni. Mit nevezünk vakvezetésnek? Ez a kérdés is vezetéselméleti kérdés. A lényeg,
hogyha a várható féktávolság nagyobb, mint a belátható útszakasz, azaz mondhatom úgy is, hogy nem látom azt, ami előtt pedig majd meg kellene állni. Hogyan kell a járművedet irányítani, ha jobboldali kerekek útpatkára futnak? Egy praktikus vezetéselméleti tanácsot kérdeznek tulajdonképpen, a jó válasz pedig az lesz, ami a C-ben olvasható, finom kormánymozdulatokkal és lassítással kell visszairányítani az útteste az autót. Országúton haladva milyen sebességfokozatban érdemes közlekedni? Ismét egy olyan kérdés, ami majd vezetés közben lesz nagyon hasznos, a jó válasz pedig az lesz, hogy a lehető legnagyobb fokozatban, hogy keveset fogyasszon az autó, és közepes fordulatszámot tartva, hogy azért haladjunk is. Egy átlagos személyautó első ülésén miket lehet beállítani? Ez már műszaki kérdés, pedig ugye vezetéshez kötődik, a helyes válasz pedig az lesz, amit a C-nél olvashatunk, hosszirányú mozgást, magasságot, háttámladöntést és fejtámlamagasságot. Szükséges-e időközönként az üzemi fékek állapotát ellenőrizni? Evidens kérdés, egyértelmű válaszsal igen, mielőtt a járművel a telephelyről elindulunk, a válasz lesz a jó. Beugratos lehet a B, hogy minden egyes elindulás előtt, de gondoljunk arra, hogy amikor megállunk mondjuk felvenni az utasunkat, nem fogjuk megnézni újból a féket, bár lehetséges, a kötelezettség naponta egyszer legalább él. Milyen színnel világít a hátsó helyzetjelző ködlámpa? Gyakorlatilag a tolatolámpa kivételével minden hátsó lámpa igazából piros, nem gondolkodunk, beírjuk az alválaszt jó válaszként. Ha azt tapasztalod, hogy járműveden a gumiabroncsok egyenletlenül kopnak, akkor megint csak megjegyezendő válasz, hibás a lengéscsillapító, általában ilyen kagylósan, csikosan kopik a gumi, jegyezzétek meg, ez a jó válasz. Szabad-e tovább közlekedni, ha a műszerfalon ez a jelzőlámpa folyamatosan világít? ABS jelzőlámpa azt jelzi, hogy maga a blokkolásgátló nem működik, de attól még a következő szerelőműhelyig el lehet menni, fékezni lehet az autót, így a B válasz lesz a helyes. Hát nagyon remélem, hogy lesz olyan, akinek mind az 55 kérdés hibátlan volt, nekik különösen gratulálok, remélem nagyon sokat tanultatok ebből a kérdésekből, és ígérem, hogy legközelebb folytatjuk. Köszönöm, hogy velem voltatok!